Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Mindenkit sok szeretettel üdvözlök, akik ezen a karácsonyi estén vagy később a tévé mellett vagy a neten néznek és hallgatnak, és igazán kívánom, hogy örömmel és szeretettel töltsék el az ünnepet. Ennek az órának azt a címet adtam, a szeretet nem fogyhat el. Benedek Elek író hogyan jellemzi ezt a szeretetet? A szeretet drága kincs, földön ennek párja nincs. Oszd meg mással, mégse fogy, inkább így lesz még nagyobb. A népek nagy többsége ezt az ünnepet Jézus Krisztus születése napjának nevezi, és nem is ok nélkül. Miért mondom ezt? Ha belegondolunk abban, hogy a Isten megengedi, hogy Jézus lejöjjön a földre, és meghalljon minden emberét, ha átérezzük ezt a szeretetet igazán szívből, akkor értjük meg, hogy mit jelent az igazi szeretet. Gecseg Gusztáv ezt írja a karácsonyra kapcsolatban. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus születését, a második isteni személy megtestesülését ülik meg. Az ünnep Rómában keletkezett 325 és 335 között. Majd így folytatja, az ünnep napjának megválasztása sok problémát okozott, és végén a december 25-ét állapították meg. A Krisztus név alatt ezt írja róla. A kereszténység alapítója az Isten által megígért és a zsidók által várt Mesiás, mint Isten egyszülött fia, a második isteni személy életével és szenvedésével és halálával lehetőséget adott az embernek a megváltására. Fel tudjuk fogni ennek a szeretetnek a mélységét. Hiszem, hogy sok helyen, családokban most este énekelték, vagy éneklik azt az éneket, amikor az angyalok megjelentek a pásztoroknak. Mennyből az angyal lejött hozzátok, pásztorok. És mit hirdetnek nékik? Ma született néktek a megváltó, aki az Úr Jézus Krisztus a Dávid városában. Majd visszarepültek a mennybe. Fényességük elhaványult, de a pásztorok szívében ott maradt a legragyogóbb látványképe, amit a halandó ember valaha is látott. Szívükben megmaradt az áldott ígéret, és biztosíték, hogy az emberiség megváltója eljött a világra. Nagyon tetszik nekem ez a latin bölcsesség. Többet tudott tenni, mert jobban szeretett. Miért? Mert igazán szeretett. És aki igazán szeret, annak soha nem önmaga az első, hanem az és azok, akiket szeret. Minden gondolata az, hogy szeretteinek a legjobbat tegye. Szeretném azt is mondani, hogy nem csak a szeretet ünnepén, vagy azon a héten, hanem az évnek minden napján. És ha a családban ez az elv lesz az uralkodó, akkor itt mindenki akkor lesz a legboldogabb, amikor belülről csukja be a lakása ajtaját, amikor hazaérkezett. Mikor a Covid-járvány miatt az emberek fel voltak szólítva, hogy lehetőség szerint ne látogassák egymást, ne nagyon menjenek közösségbe, akkor írtam egy verset, amelynek a címe az, hogy Belül az ajtón. Az első versét itt elmondom önöknek. Belül az ajtón, a legjobb a világon. Érzem, hogy itthon vagyok, és itt lehet nyugalom. Nekem is kell tennem, hogy ez így legyen, alkalmazkodunk egymáshoz, és akkor így is lesz. Most karácsony idején az emberek talán többet gondolnak egymásra, mint az év többi napján. Ünneplik a szeretetet, pedig azt az egész év minden napján inkább gyakorolni kellene. Az nagyon is jó, hogy meglátogassuk egymást, főleg a tőlünk külön élő szüleinket, barátainkat, testvéreinket. Az is szép, hogy kisebb-nagyobb ajándékokat viszünk nekik, főleg az a legszebb, amit saját magunk készítettünk. Odafigyelünk-e arra, hogy a náluk töltött időt kellemesen töltsük? Nem csak az, hogy átadjuk ajándékainkat, hanem beszélgetünk velünk, meghallgatjuk őket, örömüket, bánatokat egyformán. Sőt, ha látjuk, vagy megkér, hogy valamit tegyünk meg, azt is megtesszük szeretettel, örömmel és nem morogva. Szomorúan néztem egy képet egyszer a neten. Egy szobai sarokkanapén ültek a fiatalok körbe.
A közepen, a sarokban ott ült a mama. Beszélgettek? Nem. Mindenki nyomkodta a mobilt, az okostelefont, nem avval beszélgetett, aki mellette volt, hanem valaki mással foglalkozott, és a mama is csak ült és nézett. Ült és szomorúan nézte látogatóit. Nincs kivel beszéljen, nincs akinek elmondja örömét, szívét, bánatát, problémáit, ami olyan jól esett volna neki. Kérdésem, volt-e értelme ide utazni akárhonnan, ha nem is beszélgetnek avval, aki ott élt egyedül távolban? Igen, szerintük volt, mert letudtak egy kötelességet, megnyugtatták lelkiismeretüket. Vajon itt nincs elfogyóba a szeretet? Miért címe ennek az órának? A szeretet nem fogyhat el. Mert nagyon sok szomorú tapasztalatom van a hozzám forduló betegek által. Kik érzik ezt, hogy a szeretet elfogyóba van? Általában a gyerekek, a betegek és az idősek. A szeretet kihűlésével az egymás iránti tisztelet is csökken. Egy másik latin bölcsmondás, mindenben a szeretet uralkodjék. Nekem mindenben a Teremtő Istenünk és az egyszülött fia Jézus Krisztus a példaképpen. Mit ír róluk? Roma beliaknél Pál apostol? Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindannyiunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent nekünk? A hatalmas Isten Jézus Krisztus által mindent adott és mindent megtett az emberért. Ha a konyhában dolgozok, bekapcsolom a Kossuth rádiót. Nagyon tetszett a héten az egyik délelőtti műsor, ahol arra kérték fel a szülőket, főleg az édesanyákat, hogy ne a tévé vagy a számítógép elé ültessék a gyereket, hogy mesét hallgasson, hanem ők maguk olvassanak fel nekik, ők maguk mondják el nekik. Én kicsit meg is lepődtem. Erre mai világban fel kell hívni a szülőket? Ennyire fogyóban van a szeretet? Én szeretnék nálam az irodában lejátszott pár példával kicsit gondolkodásra késztetni kedves hallgatóimat. Például az egyik anyuka több kilométerről hozta ide a körülbelül 10 év körül kisfiát. Helyet foglalnak, és a kisfiú állandóan szipog. Az anyuka pedig már elővette az okostelefont, és ott nyomkodja, abszolút nem figyel oda, hogy én mit kérdek a gyerektől, vagy mit mondok. De engem nagyon zavart a szipogása, az édesanyát nem. És mondtam neki, nézd, ott az oldalt a polcon, egy dobozban van zsebkendő, légy szíves, vegyél ki egyet, és fújt ki az orrodat. Az anya mintha ott se lett volna. Oda se figyelt, hogy én mit kérdezek, mit mondok. Ez a gyermek egész úton is szipoghatott. Ennyire nem érdekli az anyát? Ez az anya fogja végezni azt a kezelést, amit én leírtam? Nem tudok róluk semmit tovább. De gondolkodjunk, milyen ez az anyai szeretet? Az én édesanyámnak 80 éve mondta a gyulai főorvos, hogy háborúban halottas kocsi nincs, vigyen haza és temessen el. Ha az én drága anyám így viszonyult hozzám, már biztosan régen elporlattam volna. Erdélyi asszonként ismerve a gyógynővéreket, ápolgatott, imádkozott, Istenben való hittel, és láthatják, a mai nap is életet ad nekem az Úr. A másik szomorú példa, egy 50 körüli asszony hozta hozzám a 70 feletti édesanyját. Minden szépen történik, iriszi diagnosztikailag megvizsgálom, kérdezem, papírjait átnézem, és míg írom az otthon végzendő kezeléseket, ők a videón nézik annak gyakorlati bemutatását. Átadom a papírt, mindent megbeszéltünk, és ekkor a fiatal hölgy felteszi a kérdést, meddig kell ezt csinálni? Mindenkinek ezt szoktam erre a kérdésre felelni, neki is azt mondtam, engem 6 hónapig kezeltek. Nem tudom. Igaz, hogy 86 óta se gyógyszert, se vitamint, se táplálék kiegészítőt nem szedek, és hál' Istennek nem is fájnak a lábaim. A hölgy másodszor is felteszi a kérdést, kicsit emeltebb hangon. Meddig kell ezt csinálni? Elmondom neki, hogy azt tanultam, Ellen Goldbájt írja, ha beveszéled magadnak, hogy a fürdő ártani fog, az agy a te akaratod utasítására nem engedi cirkulálni a vért,
Az a benyomás jut el a test összes idegébe. Az idegek szabályozzák a vérkeringést, így a vér az agy utasítására véredényekben marad, ezért a fürdő jó hatása elvész. Mindez csak azért, mert az agy és az akarat akadályozzák a vért. Mondtam a hölgynek, én nem tudom, hogy az anyuka milyen kedvel fogja ezt, milyen gondolatokkal fogja ezt a terápiát csinálni. Itt feltétlenül szeretném elmondani, hogy én amit tanácsolok, azt mind tapasztalatból, saját tapasztalatból mondom el önöknek. Körülbelül 22-szer voltam itthon kórházban, mielőtt kimentem Brazíliába, és Békéscsabától Zalakarosig mindenütt forró iszabba raktak. És kikerülve Brazíliába, nagyon meglepődtem, mikor először rakták rám az agyagot hidegen. Majd a fürdőszobában mutatták, hogy üljek bele a hideg vízbe. Nem tudtam a brazil nyelvet, nem értettem az egészet, és felfigyeltek arra, hogy én nekem lóg az orrom majdnem a térdemig, és szomorú vagyok. Majd karácsonyra São Paulóból hívtak egy jól beszélő magyar hittestvért, és akkor megmagyaráztak mindent, hogy mi miért, hogy van, és megmondták, hogy a gyulladás nem a meleg húzza ki, hanem a hideg, és megértettem, és megnyugodtam. Tehát át tudom élni, amit én tanácsolok mindenkinek, és mikor megnyugodtam, utána már szépen kezdtem javulni, de addig semmit sem. De a hölgy ezután is még hangosabban harmadszorra megkérdezte, meddig kell ezt csinálni. Nagyon meglepődtem, és sajnáltam az anyukát, hiszen már most úgy gondolhatja itt, hogy ő terhére lesz a családnak. Mit válaszoltam neki? Hogy mennyire fontos a gyógyuláshoz a belső lelki nyugalom. Én nem tudom, hogy önöknél milyen a szeretet, milyen az összetartás. De mit gondoltam magamban? Ha itt egy idegen helyen így viselkedsz és így beszélsz, milyen lehet otthon a légkör? Nagyon sajnáltam az édesanyját, de nem tudok róluk azóta se semmit. Megfigyelték, hogy az én gyógyulásomat is akadályozta az aggodalmam, meg a hidegtől való félelmem. Ez az anyuka már itt is tehernek érezhette magát. Vajon nyugodtan elfogadta segítségét? Vagy másik példa, gondolják el annak a betegnek az esetét, aki a szomszédasszonya küldi el nekem a levelet, hogy Katalin, nekem annyira jó az agyakpakolás, nekem semmi fájdalmam nincs alatta, de mikor kérem, akkor mindjárt azt mondják a gyerekek, hogy anya, már megint? Engem megviselnek ezek a dolgok. Hála jó Istennek, engem komoly szülők neveltek. Gyakran fájó szívvel látom, hogy a beteg hozza a szatyorba, hogy hány orvosnál, hány természetgyógyásznál volt, mennyi mindent megvett. De ezt vállalta először, mert nem kellett csinálni semmit. 35 éve kértek engem a kollégák, hogy áruljak ezt, azt, amazt. Ígérve a százalékot, soha nem adtam el a könyveimen kívül semmit, amit minden emberi segítség nélkül írtam, de a drága Jézusom az ő szent lelke által segített vele. Igen, ma is vállalom és vallom, hogy csak is egészséges ételből képződhet egészséges vér. Tehát tanácsaim első pontja ez. És majd a különböző kezelések, pakolások, fürdőket írok fel, ami mind idő és türelem igényes. És hiszem, hogyha engemet ennyi komoly betegségből meggyújtottak, és sok súlyos betegen meggyógyult már a rákosoktól a meddőnők, a betegek, cukorbetegek, akkor másokat is meggyógyítana, ha csinálnak, ha időt szánnának magukra. Hogy mondta Jézus, szerest fele barátodat, mint magadat. De ha magadat sem szereted annyira, hogy időt szánjál, hogy meggyógyuljál, akkor mit lehet várni? Tapasztalom, hogy a szeretet nagyon is elfogyóban van, még a családokban is. Évekkel ezelőtt volt nálam egy 60 év körül asszony súlyos rákosan. Míg élek, nem felejtem el, mit mondott. Katalin, 2 gyerekem van, de már összevesztek az örökségen. Már nem is beszélnek egymással. Nem tudom el se képzelni, hogy milyennek lehettek az utolsó napjai. Én már semmit nem tudok róla. De ez év tavaszán is volt egy meglepő viselkedés nálam.
Egy házas pár jött 60 alatt, és mikor beléptek az előszoba ajtaján, az asszonyka rögtön mondta, hogy Katalin, míg tetszik vizsgálni a férjemet, addig én behozom a számítógépet, és itt dolgozok, mert nagyon sok a munkám. Mondtam neki, tessék nyugodtan dolgozni, de ha megy a film a vizsgálat után, amiben mutatom, hogy hogy kell gyakorlatilag csinálni a kezeléseket, akkor jó lenne, ha betetszene jönni. És mondta, hogy jó, szóljak neki, ha bejöhet. Így is történt. Vizsgálatok, kikérdezések, papírnak átnézése után bekapcsoltam a videót, és szóltam, hogy a hölgy azonnal bejött. Mikor mindent átadtam és eseteltem a férje állapotát, miken, hogyan kellene változtatni a táplálkozáson, nagyon meglepődtem, egy kicsit felemelt hangon erre azt felelte a nő. Akkor más kellett volna elvegyen feleségül, mert én nem főzök. Higgyék el, hogy engem megviselnek ezek a helyzetek. Milyen az egymás iránti szeretet ebben a családban? Kérem, gondolják át. Én fiatal koromban sok esküvőn mondtam verset, és volt benne, elmondok egy mondatot csak. Ki azért él, hogy mást boldoggá tegyen, csak az érdemli meg, hogy boldog legyen. Két régen ismert mondást szeretnék itt elmondani. Az önző élet a leghitványabb élet a világon. A másik, üres szavak mit sem nyomnak a mérlegen. És milyen tanácsot kapunk Salamon királytól? A mással jól tevő ember megkövéredik, és aki mást felüdít, maga is üdül. Vagy egy másik, mint a kenet és jó illat megvidámítja a szívet, úgy az ő barátjának édes szava is, melyek lelke tanácsából valók. Könnyű a okostelefon elküldözgetni az üzeneteket, de mikor szánunk időt egymásra? Van igazi példánk a szívből való szeretetre? Igen. A Jézus életében ezt olvassuk. Teremtőnknek olyan nagy volt a világ iránti szeretete, hogy elkötelezte magát egyszülött fia feláldozására, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez önkéntes áldozat volt. Jézus atya mellett maradhatott volna, mégis elhatározta, hogy leteszi jogarát atya kezébe, elhagyja a mindenség trónját, hogy világosságot hozzon a sötétségben ülőknek, és életet adjon az elveszendőknek. A mi kis világunk, amely a bűn átka miatt az egyetlen sötét folt az ő dicső teremtésén, a világegyetlen minden más világát felülmúló megbecsülésben részesül. Minden emberét elviselte a jászolban való születéstől a kereszt halálig minden szenvedést, de a döntést, hogy ezt elfogadjuk-e, reánk bízta. Valaki hiszen ő benne. Ha válasszuk, bennünket is meg tud váltani. A Boldog Otthon című könyvben is van írva Jézus születéséről. Ha az Úr üdvösségünk szempontjából fontosnak tartotta volna ennek ismeretét, Jézus születésének napját, akkor kijelentette volna azt a proféták vagy apostolok által. E titok célja a bálványimádás megakadályozása volt. Mivel december 25-ét Krisztus születésének emlékezetére ünneplik, és a gyermekeket is tanítása és példával oktatták, hogy ez valóban a boldogság és öröm napja, nehéz úgy elhaladnod az időszak mellett, hogy ne szentelj arra semmi figyelmet. Ha szívből tesszük, nagyon jó célt szolgálhat. Az ajándékozás vágya tiszta és szent mederbe fordítható, és embertársaink javát eredményezheti, támogatva a tárházat nagy, nemes munkában, amelyet Krisztus eljött a világba. Milyen tanácsot kapunk még? A karácsonyt ne tegyük a nagy lakomák ünnepévé, hanem szeretetünk bemutatásával, látogatásokkal, meghallgatásokkal, amit az év többi hónapjaiban is gyakoroltunk. Jól gondoljuk át, hogy szeretetünk jelenül miben ajándékozzuk meg rokonainkat, barátainkat. Kellemes dolog bármilyen cseki ajándékot kapni azoktól, akiket szeretünk. Annak a bizonyítéka, hogy nem felejtettek el bennünket, és úgy látszik, hogy az szorosabban összekapcsol. Készítsünk olyan ajándékot, mely igazi jótétemény az elfogadónak.
Hiszem, hogy nagyon jó ajándék például a könyv is. Olyan könyveket ajánlanék, amelyek segítenek megismerni szervezetünk szükségletét, fizikai, lelki életünket is erősítik. Minden hozzám fordulónak elmondom, értelmi, lelki és fizikai életünket naponta megfelelő táplálékokkal kell táplálni. Mikor a lelki erőnk az élet viszontagságai miatt gyakran meggyengülnek, ezért azt is kell naponta táplálnunk. Én már megszoktam az erre kapott szavaimra a választ, amit általában mondanak, Katalin, én minden nap imádkozom. És felelem, ez csak az Istennel való beszélgetés, ez nem a táplálkozás. Elmenni egy misére, vagy egy gyülekezetbe annyit jelent, hogy nézem, hogy a másik eszik. Nekem személyesen kell táplálkoznom, személyesen kell Istentől megkérdezni, mutassa meg nekem, hogy mit kell tegyek. Én nem megyek ki reggel irodába dolgozni, és nem fekszem le addig, míg valamit nem olvasok. És így nyugodtan tudok aludni. Mikor 10 éve kezdtem a 6-os csatornán az Örülj velem, Jézus visszajön műsorban beszélni, én elmentem a Ferenciek terére, a katolikus könyvesboltba, és vettem egy szép bibliát, mert az enyémek olyan széteső állapotban vannak, több bibliám is van. Nem néztem bele, csak a külsejét, hogy szép, és mégis nagyon örülök neki. Miért? Mert itthon, nem tudom mennyi időre, elkezdtem lapozni, megnéztem benne ezt-azt, és meglepődve láttam, hogy a 2011-ben a Szent István Társulat által kiadott Bibliában a 10 parancsolat ugyanúgy van, mint a nekem a régiben, a Károlyi fordításban. Tehát értelme ugyanaz. Gondolj a szombatra, és szenteld meg, 6 napig dolgozzál, és végezd minden munkádat. A 7. nap azonban az Úrnak a te Istenednek pihenő napja, ezért semmiféle munkát nem szabad végezned, sem neked, sem fiadnak, sem lányodnak, sem szolgádnak, sem szolgáló lányodnak, stb. Az Úr ugyanis 6 nap alatt teremtette a teget és a földet, a tengert és mindent, ami bennük van, a 7. napon azonban megpihent. Az Úr a 7. napot megáldotta és megszentelte. Tehát a szombat megünneplésének parancsa, mint a teremtés emlékünnepeként lett adva minden embernek. Azért szeretném ezt kihangsúlyozni, mert sokan mondják nekem, hogy a zsidók ünnepe. Nem. Az a teremtés emlékünnepe mindenkinek. Sokan mondták már nekem, hogy attól függ, hogy honnan számolod a hetet. A Bibliában ezt is megtalálhatjuk, hogy honnan kell számoljuk, hol? A Lukács evangéliumában. Mikor Jézus felfeszítették, azt mondja, a szombaton nyugovának a parancsolat szerint, és a 24 rész első versében pedig úgy folytatja, hazatérőben illatszereket és keneteket vásároltak, a szombatot meg a parancs szerint nyugalomba töltették. A 7. első napján, tehát a 7. első napján kora hajnalban kimentek a sírhoz, és magukkal vitték az elkészített szereket is. Ebből világosan megtudhatjuk, hogy a 7. első napja a vasárnap. A szeretet nem fogyhat el, a címe ennek az előadásnak. Több hét eltelt, mikor vásárlása után belenéztem az új Bibliába, és nagyon meglepődve olvastam a fent idézett szöveget, hiszen már gyermekkoromtól úgy láttam, tudtam, és mondták nekem is a kollégáim, hogy a Bibliában a 10 parancsolatban a nyugalom napja van írva, és nem, hogy a Károlyi fordításban, hogy megemlékezzél a szombat napról. A hatalmas Isten szeretete egyáltalán nincs fogyóban a bűnös ember felé. Boldog vagyok, hogy akkor megvettem ezt a Bibliát, és hiszem, hogy Isten nagyon szereti a gyenge embert, ezáltal is most ebben a hitem szerint nagyon is a végidő felé menő időben. Alkalmat ad az embereknek, hogy bemutathassák, szeretik-e őt teljes szívükből, teljes lelkükből és minden erőből. Kedves nézőim, kedves hallgatóim! Gyakorolják a szeretet ünnepén az igazi szívből való szeretetet, és határozzák el, hogy ugyanígy akarnak élni későbbi életükben, míg életük tart. Tehát nem csak ünnepen, hanem minden nap gyakorolják, az év minden napján. Szeretném, ha itt eljátszanák a Mennyből az Angyal című éneket. Szeretném, ha elgondolkoznának, amin hallottak. Nem szabad a szeretetnek elfogynia, mert nagyon elfogyóban van. Még több példát tudnák mondani, de azt hiszem ezeken is el lehetne gondolkodni.
a családban, az ajtón belül, ott érezzük magunkat legjobban, ha igazán van szeretet. Én kívánok önöknek kellemes, boldog karácsonyi napokat, és új esztendőben is érezzék a karácsonyi szeretet melegét. Ez a vágyam önök felé. Köszönöm, hogy meghallgattak, és boldog karácsony véget.